Hogy került össze a hajléktalanok, a zene és a foci? Hát előjáróban mindenféleképpen el kell mennem a dolgokkal kapcsolatban, hogy a művészeti tevékenység az nem az én érdemem, hanem a Tolmer Tibor szociális munkás kollégámnak a munkája fekszik benne. Igazából én csak egy támogató szerepet kaptam ebben, egyrészt mert bot fülem van és még a hangom is szörnyű. Fiatal koromban gondoltam, hogy vagány dolog gitározni, és kaptam is egy gitárt. El is kezdtem, de aztán a gitártanár hát könnyekbe lábadt szemekkel kérdeznek, hogy nem akarnék-e inkább sportolni, vagy valami mással foglalkozni. Tehát, hogy a zenét szeretem hallgatni, de művelni nem tudom. Így azt mondom, hogy a oltalom kulturális körrel kapcsolatos témakör azt szerintem inkább a Tolnár Tiborra tartozik. Ami ebben, hát nem biztos, hogy szerencsés szó azt használni, hogy érdem, de az én érdemem, hogy igyekeztem, és pont most is igyekszem azokat a minimális feltételeket megteremteni, ami a Tibor munkájához szükséges. Tolnár Tibor vagyok, szociális munkás a Dank utca 9-ből. És hogyan alakult ez? Úgy alakult, hogy utaztam hazafele Győrbe a vonaton, és eszembe jutott egy monológ, és azt hívta elő belőle, nem tulajdonképpen a zenekart. Most mióta tart ez a zenekar? 3 éve zenélünk együtt, hát ez a csapat harmadszor lép fel, mert 50-en körülbelül már megfordultak a zenekarban, és hát sokan elmentek. Hál' Istennek van, aki jó irányban, van, aki elment és visszajött a zenekarba, tehát ez egy kis csapat, ez egy kis család, szinte most igazán gyúl, mert régi tagok is vannak itt, együtt alapítottuk a zenekart. Mi a haszna a közös zenélésnek? Mi az, amit úgy gondol, hogy ad? Hát először is a közösen megélt élményt, ami mindannyiunk számára az életben nagyon fontos, ami tovább visz és nem viheti el senki. Tehát az, hogy közösen zenélhetünk és látjuk a kedves közönségnek, mint láttuk a visszajelzését, az egy nagyon jó dolog. Azon kívül valamilyen szinten meg akarjuk mutatni azt is, hogy ők is és mindannyian tudunk értékeket teremteni ebben a elnézést értéktelen világban, ahol rossz az értékorientáció. Egyénenként a tagokat pedig szerintem motiválja ez a közös zenélés. És ugye ők hajléktalan sorsú emberek, vagy hajléktalanok voltak. Az egész úgy volt kezdődött, hogy itt néhány menekült számon lakó külföldi és magyar fiatal felvetett, hogy menjünk futballozni. És hát a sors keze is közrejátszott abban, hogy akkoriban olvastam egy újságriportot a 2005-ben megrendezett hajléktalan labdarúgó világbajnokság után megjelent egy cikk erről egy ilyen bulvár magazinban, és akkor így a kettő valahogy összejött nekem, és hát gondoltam arra, hogy ez milyen érdekes dolog, és ez biztos milyen hasznos. Utána néztem a hajléktalan világbajnokságnak, és láttam, hogy hamarosan 2006-ban már Fokvárosban rendezik meg a hajléktalan labdarúgó világbajnokságot, a Homeless World Cupot,
És akkor gondoltam, hogy hát Fokváros érdekes helyszín, oda jó lenne elmenni. Megnéztem, van-e magyar csapat, vannak-e magyar partnerei a nemzetközi szervezetnek, és hát nem meglepődve tapasztaltam, hogy bizony itten nincsenek magyar szereplők. Fölvettem velük a kapcsolatot, és rögtön üdvözölték a megkeresésemet, és mondták, hogy hamarosan lehet pályázni a 2006-os részvételre. Így váltunk a Homeless World Cup alapítványnak a partnereivé. Fú, most nem is tudom, hogy 5 vagy 6 helyszínen voltunk. Legelőször 2006-ban szerepeltünk, akkor Fokvárosban, azt követően 2007-ben Kopenhágában, 2008-ban Melbourneben, 2009-ben Milánóban, 2010-ben Brazíliában, Rio de Janeiroban, és 2011-ben pedig Párizsban. Hatalmas erője élik a futballon, én azt látom, hogy alkalmas arra, hogy megváltoztassa az emberek életét. Nagyon sokan kezdtek bele iskolai tanulmányokba, hagytak föl kábítószer vagy alkohol élvezettel, kezdtek bele abba, hogy rendbehozzák a családukkal a kapcsolatot, elkezdték az általános iskolát, vagy akiknek az már megvolt az érettségit, kezdték el megcsinálni, munkába álltak, és megváltozott az életük, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hiszen akik ott kint vannak, azok kiemelt szerepben érezhetik magukat. Ugye 48 csapat volt eddig a legkevesebb létszám, de volt 56 és 64 különböző nemzet képviselői közül, és mi voltunk ott mindig is a magyarok, mi voltunk Magyarország nagykövetei, és azt mondhatom mindenféle túlzás nélkül, hogy az ott lévő focistákat nem mint hajléktalanok, hanem mint ünnepelt sztárokat fogadták minden alkalommal, tini lányoknak autogramot osztogattak, meg a pólójukat kérték el a lányok, tehát hogy egy más világba kerültek bele, ami erőt adott nekik ahhoz, hogy segítsen rajtuk a dolog. Azt gondolom, és ezért sokan támadnának, hogy a hajléktalanság egy kicsit olyan, mint a betegség. És a futballal pedig nem magát a betegséget gyógyítjuk, hanem a betegséget kiváltó okot. Tehát a céltalanságot, a negatív önképet, azt, hogy nincsen semmiféle önbizalmuk, és nincsenek céljuk. Azáltal, hogy elkezdenek egy ilyen programba részt venni, rögtön tartoznak valahova, rögtön van megjelenési kötelezettségük, rendszert adunk az életükbe, és magát a tudást, hogy érdemes reggel fölkelni, megborotválkozni, elmenni tisztán edzésre, mert ott várják őket, és ott tartoznak valahova.